Minden három szintnél magasabb lakóépületet érint az az új belügyminisztériumi rendelet, amit országosan ugyan már decemberben bejelentettek, de március 31-éig kaptak haladékot a közös képviselők, hogy módosítsák az épület szabályait és megismertessék azokat a lakóközösséggel. Szabályozni kell többek között az épületre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, ami lényegesebb szabályokat felsorolásszerűen, a tűzjelzésre vonatkozó rendelkezéseket, az épületben a tárolás vonatkozó rendelkezéseket, az épületben található tüzelő és fűtőberendezések, illetve elektromos berendezésekre vonatkozó használati szabályokat, a tűzoltási felvonási területre vonatkozó szabályokat, az épületben található tűzoltásra és egyéb tűzvédelmi berendezésre vonatkozó előírásokat, illetve a tűzoltókészülékek felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat. Erre azon is szükség, mert ellenőrzéseink során több esetben tapasztalhatunk olyanokat, hogy lakóknak nincs tudomása ezeknek a használati szabályoknak az ismertetéséről, nem ismerik ezeket a szabályokat, és emiatt nem is tartják be természetesen. A rendeletben a folyosók használatát is szabályozzák. A közös közlekedő területeken egyaránt biztosítani kell a szabad menekülési, illetve tűzoltási útvonalat. Ennek a legkisebb szélessége 110 cm, magassága pedig 196 cm. Így ezentúl virágokat, polcokat és egyéb tárgyakat csak ezeken a területeken kívül helyezhetnek el a lakók. Új karbantartási feladatokat is bevezetnek, amelyek költsége a több százezer, de akár a milliós nagyságrendű kiadást is elérhetik egy-egy társasház esetében. Az úgynevezett száraz felszálló vezetékek felújítását, rendszeres karbantartását, üzemképes állapotban tartását és ennek írásbeli dokumentálását írja elő a jogszabály. Ezek a vezetékek tulajdonképpen az épületbe eredetileg beépített tűzoltó vezetékek, amelyeket 30-40 év óta senki nem használt, nem is törődött velük, most újra jelentőséget nyertek, és új szabályok szerint kell felújítani, üzemképessé tenni őket. Nagyon fontos, és sajnos ugyancsak pénzigényes feladat a bizonyos szintmagasságot elérő épületek esetében a központi szellőzőrendszerek legalább 3 évenkénti tisztítása. Március 31-e után ellenőrzik az új intézkedések betartását a katasztrófavédelem szakemberei. Jelenleg ennek az ütemterve készül annak érdekében, hogy minden olyan társasházba eljussanak, amelyet érint a jogszabályváltozás.